egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy béka. A béka összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, és elhatározták, hogy ők örökös barátok lesznek. Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, és a kolbászt szakácsnak. Így mentek a dolgok egy hónapig. A kolbász olyan jó ételeket csinált, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. Akármennyit ettek, nem tudtak jól lakni, mert nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, azt mondta a kolbász: na, hát a dolog rendre jár, melyiketek lesz a szakács? Hát legyen a béka. Megtették a békát szakácsnak. Kifogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessék. Főzött, hogy 3-4 nap, és akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták, hogy hát nem vagy jó szakács. Megszigyelte magát a béka. Hát akkor kifőzzön. Azt mondta a kolbász: az egeret tesszük oda. Oda tették az egeret. Ő is főzött vagy 2-3 nap, de ő se tudott jól főzni. Rászorították a kolbászt: főzzél csak te, így az egér. Főzzél csak te, így a béka. A kolbász váltig mondta: én az én hónapomat lefőztem, és hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot. Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, mégis elvállalta, hogy még 1 vagy 2 nap ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogy hogy főz a kolbász. Hát, mikor a lé meg volt főve, a kolbász félrehúzta, és egy darab idő múlva, mikor látta, hogy nincsen sehol senki, beledobta magát a lébe. Most már én is tudom, hogy kell csinálni. Azért olyan jó a leves, mert beledobta magát. Akkor ajánkozott: na, most én leszek a szakács. Most már én is tudok főzni. Neki fogott. Oda tett egy jó nagy fazékvizet a tűzhöz. Jó tüzet csinál, s főzte. Mikor már úgy gondolta, hogy megvan főve az a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem mikor a legforróbb volt, belészökött. Hát, alig tudott kiszökni, mind összeforrázódott, összefutott a hátán a bőr. Azóta van varasbéka. Félreállott a főzésből, alig tudott mozogni, úgy összeégette a forró lé. A kolbász meg az egér, mikor megmondta nekik, hogy hogy járt, lekacagták. Felbomlott a barátság, és attól fogva mindenki külön élt. Máig is külön élnek, és külön halnak.